íz alapozó, karitatív főző versennyel startolt az idei gulyás fesztivál a Tiszaligetben. 75-ben épült, megérett a felújításra, 250 millió forintot fordítanak a temető úti rendelőre. Táblákat helyeztek ki, oltalmat és odafigyelést érdemel a városi Zagyva szakasz hullámtere. Jó estét kívánok, köszöntöm a Szolnok Televízió nézőit. Szeptember 10-én, pénteken 19 órakor az Aktuális látják a nap legfontosabb híreivel. Külön meghívás alapján 10 csapat a holnapi Gulyás Fesztivál felvezetéseként jótékonysági főzésbe kezdett ma délelőtt a Tiszaligetben. A már hagyományos karitatív főzésből befolyó minden egyes forint idén különösen jó helyre kerül. Áprilisban egy 8-os és egy 9-es besenyszögi testvérpár maradt árván, a lányok szülei a koronavírus szövődményeiben hunytak el. A testvérek anyagi támogatása érdekében főztek ma a Tiszaligetben. Én mondjuk az Elek, ő meg a Szelet. A Szelet-Elek csapat mellett még 9 baráti társaság vett részt a karitatív főzésben. Délvidéki paraszt csorba. A csorba az magyarul annyit jelent, hogy levás. Ez a vidám kompánia a Tisza mellől, a vajdasági Adáról érkezett. Nagyon nagy örömmel jövünk minden évben, mikor hát sajnos tavaly a Covid véget nem tudtunk megjelenni, mert nem volt a rendező megtartva, és akkor az idén bepótoljuk. Az adaiakhoz hasonlóan a székesfehérvári hagyományőrző íjászok is visszatérő állandó vendégei a Gulyás Fesztiválnak. Ők egy füstölcsülkös csipetkés babgulyáson dolgoznak éppen. Most már 11 néhány éve ide járunk, a csapat alapító tagjai most is itt vannak egy jó páran, meg a fiatalabbak is. Vannak zöldjeink, tehát ifjaink, akik most vannak először, de tetszik nekik a hely szelleme, mondom így. Holnap reggel elszabadul a mennyország a Tiszaligetben, több száz csapat főzi a gulyást. Még mindig él a Gulyás Fesztivál, van olyan rendezvény rengeteg az országban, ami még nem él. Ez szerintem Szolnoknak most már nagyon-nagyon fontos, és egy nagyon nevezetes rendezvénye. A ma főzött gulyások árát a vásárlók szabták meg. Az adománygyűjtő edényekbe kerülő minden egyes forint a két besenyszögi nagylány életét hivatott megkönnyíteni. Újabb 28 katonával gyarapodott a Magyar Honvédség állománya, ennyien tettek ugyanis ünnepélyes esküt ma délelőtt a helikopterbázison. A felesküdött fiatalok komoly mérföldkőhöz értek, de további gyakorlatok, képzések várnak rájuk, hogy a magyar katonai érdekeket külföldi feladatok során is képviselni, érvényesíteni tudják. Nagyon szépen köszönöm az eddig teljesített munkájukat, de a kalappal önök előtt. Fogadás középre! Tiszte! Le! Esküdtevő! Eskü! Hösz! 28-an tettek ma ünnepélyes keretek között katonai esküt a helikopterbázison. Életem állam is megvédem! Életem állam is megvédem! A több hetes alapkiképzés alatt a félhatos ébresztő után több kilométeres futás várta a leendő hivatásos honvédekre. Emellett fegyverzetismereti alaki kiképzést is kaptak. Önök most az esőtétel folyamán hivatásukká fogadták a hazavédelmét, és készek arra, hogy életüket adják a hazavédelméért. Ezt, mint munka, tenni nem lehet. Ez csak, mint hivatás, hivatásként arra tekintve lehet teljesíteni. Az eskütétel ugyan mérföldkő a katonák életében, folytatta a szolnoki bázis parancsnok helyettese, de ezt további képzések, gyakorlatok követik annak érdekében, hogy a ma esküdtett katonák a professzionális haderő fontos alkotókövei legyenek. 250 millió forintból újulhat meg a temető úti rendelő. Az 1975-ben épült létesítmény megérett a felújításra. Minden igényt kielégítő, akadálymentes, korszerű, energiatakarékos egység várja majd a felújítást követően a betegeket. Alaposan megette már az idő a temető úti orvosi rendelő épületét. A közgyűlés legutóbbi döntése alapján teljesen megújul majd az épület. Nem véletlenül döntöttek úgy a képviselők, hogy ezt fel kell újítani. Korábban szóba került egy új építése is, de megoldható az épület felújítása, teljes rekonstrukciója. Erre 250 millió forintot nyert a város. Hamarosan kiírják az Európai Uniós közbeszerzési eljárást.
Teljes energetikai korszerűsítést, nyílászáró cserét, akadálymentesítést is terveznek. Megújulnak a vizes blokkok, modernizálják a fűtésrendszert, és tágas váró épül új padokkal és berendezési tárgyakkal. Itt összesen most jelenleg két felnőtt orvosi rendelői körzet van, két gyermek és egy gyermekfogászati rendelő. Ez bővülni fog egy rendelőegységgel, úgyhogy jelen állás szerint úgy néz ki, hogy a gyökérúti rendelőnek itt akár meg is találhatjuk a végleges és az igazán megfelelő helyét. Így néz majd ki az új épület. A felújítás után a védőnői szolgálat mellett két házi gyermekorvosi, egy felnőtt orvosi, egy fogorvosi körzet, valamint iskolafogászat működik majd itt. A munkák kezdetéig továbbra is itt működik majd a koronavírus fertőzéseket igazoló statikus mintavételi pont. Frissen kihelyezett táblák figyelmeztetik az Agyva árterén tartózkodókat arra, hogy európai védettséget élvező területen járnak. A Natura 2000 oltalom főleg a területet legjobban zavaró gépkocsi és motorforgalom, illetve a kutyasétáltatók esetében fogalmaz meg elvárásokat. A Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóság ellenőrzése alatt álló hullámtér több ritka állatfajnak is otthont ad. Ezt a táblát a közelmúltban helyezte el a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóság a Malomszögi kertsorral egy vonalban az Agyva gát koronáján. A Natura 2000 besorolás uniós tagságunk kezdete óta óvja ezt a területet. Az, hogy ez miért most lett így megjelölve, egy alapvetően ismert, vagyis hát már létező tény, ennek nyilván az is az oka, hogy most jutottunk el odáig, illetve az, hogy gyakorlatilag itt vannak olyan problémák, amelyek talán így valamilyen szinten jobban keretbe tarthatók, hogyha a terület meg van jelölve, legalábbis mi ezt reméljük. Kárt okoznak a gyepen át közlekedő gépkocsik azzal, hogy kerekükkel elnyomják a növényzetet, megbontják a terület egységét, rontva a rendszeres kaszálás hatékonyságát. Előfordul, hogy kvaddal száguldoznak a hullámtéri részen. Más a helyzet a sétálókkal, túrázókkal, kerékpárosokkal. Most ez a rész, ami közel van a városhoz, nyilván intenzívebben használt az emberek által, ami normális is, hiszen egy szép, jó járható terület nem borítja erdő olyan sűrűn, mint mondjuk a Tisza hullámterét, de hát itt is vannak olyan normák, amikre oda kell figyelni. A kutyasétáltatók esetében nem csak a természetvédelmi ajánlás, hanem a vadászati törvény is előírja a pórázon sétáltatást. Előfordult nem is olyan rég, hogy házi kedvencek téptek szét őzet a területen. De az evek által rendszeresen járt legelőről származó takarmány is elértéktelenedik, márpedig a jelzett terület egyensúlyát biztosító gyepgazdálkodás elengedhetetlen. Az Agyva tekintetében a teljes hullámtér az Agyva-Rékasi község határig, tehát a közigazgatási határig, ez mind Natura 2000-es terület, alsó Agyva hullámtere néven szerepel ez a nyilvántartásban, bárki utána tud nézni ennek nagyon egy pici kis utána keresése az interneten, minden szinten lényeges információ megvan, és még ide csatlakozik a malomzugi Holdzagyvának egy része, nem a teljes rész, főleg a belső részek, ahol olyan természetességű élőhelyek maradtak meg, és az élővilágnak olyan jelentős élőhelyei még megmaradtak, amelyek védelemre érdemesek. Mi szolnokiak talán elmegyünk olyan ritkaságok mellett, melyek máshol már nem, vagy alig fordulnak elő. Itt az egyik nagyon komoly értékünk a nagy tűzlepke, ami az ilyen nedves gyepeken él, de időnként, amikor jó évek vannak, tehát jó dúsa fű, elég magas, akkor itt az alsózagyván a haris is megjelenik, mint földönfészkelő madárfaj, egyéb más madárfajok is jelen vannak, nedves években vannak ilyen tocsogós részek, ahol a cankófélék fészkelnek. Ezeknek az emberi jelenlét, hogyha olyan intenzív és olyan korlátlan, akkor nyilván árt. Kevés Szolnokhoz hasonló nagyváros létezik, ahol a lakótelepek szomszédságában hasonló természeti értékek találhatók, persze csak addig, amíg óvjuk azok épségét. Ez az aktuális a Szolnok Televízió hírmagazinja szeptember 10-én pénteken. A nap legfontosabb híreivel nézzük két kiemelt eseményt, amit még láthatnak az aktuálisban. Zokni kutya kalandjai, a legkisebbeknek szánt várostörténeti kötet jelenik meg hamarosan a múzeum gondozásában. Egy könyv az Élni akarásról, a Futni hinni élni című kötet Túróczi Bertalan küzdelmét mutatja be.
elegáns kifutóvá változott délután a Hubai út, rövid időre zöld szőnyeg borította az átjárót, melyen manökenek mutatták be Szolnok első utcai divat bemutatóján az egyik ruha és táska volt kínálatát. Alkalmi és utcai ruhákat vonultattak fel az utca kifutón, egyszerre volt jelen az elegancia és a könnyedebb stílus. A pezsgővel megkoronázott performanszon 40 ruha költeményt ismerhetett meg a meglepett közönség. Rendhagyó várostörténeti sétára hívja a gyerekeket a Damjanich János Múzeum. A megyeszékhely históriáját az intézmény különleges kiadványán keresztül ismerhetik meg a fiatalok. A kalandozás Szolnokon mesés kalandok Zokni kutya szemével névre keresztelt kötetet pár hét múlva vehetik kezükbe a gyerekek. Információink szerint a könyv jó eséllyel pályázik az ország legötletesebb múzeum pedagógiai kiadványa címre. Ő itt Zokni kutya. A figura egy múzeumi foglalkozás keretében készült pár évvel ezelőtt. Hamarosan pedig elkészül az a kiadvány, melynek a főhőse. A kalandozások Szolnokon mesés kalandok Zokni kutya szemével című kötet 14 fejezeten keresztül mutatja be a megyeszékhely történetét. Maga a történet már 2 évvel ezelőtt megíródott, elkészült. Barláné Kulánda Krisztina kolléganőnk jegyzi ezt a kis történetet. Azt ki kell emelni, hogy ez nem mesekönyv, hanem egy ismeretterjesztő kaland mesés elemekkel és Zokni kutya szemével. A kötetet Nagy Katalin Matild grafikus művész illusztrálta. A könyv segítségével a főhős Zokni kutya a múzeum mellett a Városházára és a Tiszapartra is ellátogat. A kötet célja, hogy erősítse már egészen kiskortól a gyermekekben a helyi kötődést, illetve felhívja a szolnokiak figyelmét a város értékeire. A múzeum számos foglalkozáson keresztül igyekszik a fiatalokkal megismertetni Szolnok értékeit és múltját. Nem véletlen, hogy az intézmény jó eséllyel pályázott idén a múzeum pedagógiai nívódíjra. Én úgy szeretek magunkra gondolni, mint egy érdekes, izgalmas, oktatási célokat is kiválóan szolgáló munkahelyre, és hát az élet visszaigazolja, mert elég szép múzeumpedagógiai elismerések birtokosai vagyunk jelenleg is, de minden egyes siker, amit elérünk ezen a területen, talán egy újabb adalék ahhoz, hogy egyfajta kulturális kulcsintézményként találhassuk meg a helyünket az állandóan változó szolnoki kulturális palettán. A kiadvány jelenleg a nyomdában vár arra, hogy elnyerje végső formáját. A könyv alapú megjelenés mellett a kötet hangos könyv formájában már elérhető az intézmény YouTube csatornáján. A kiadványt a múzeumban szerezhetik majd be az érdeklődők. Egy könyv az élni akarásról. A Futni, Hinni, Élni című kötet Túróci Bertalan küzdelmét mutatja a mindenki által rettegett gyilkoskorral szemben. Bercinél 21 évesen diagnosztizáltak rákot. A fiatal fiú azonban élni akart. Félelmeiről, gyógyulásáról és betegség utáni életéről val Futni, Hinni, Élni könyvében, amit Szolnokon a Tisza moziban közönség találkozó keretében mutattak be. Van, aki azért harcol, hogy jó munkája legyen, van, aki azért, hogy eljusson külföldre, és van, aki pusztán csak azért, hogy megélje a következő napot. A küzdelem során azonban mindig szükség van valamire, amiben hihetünk. Így tett a Futni, Hinni, Élni könyv szerzője, a szolnoki származású Túróci Bertalan is, aki ma már bátran beszél életének eddigi legnehezebb időszakáról. Ha kb. Egy mondatban össze kellene foglalnom, hogy mi az üzenete a könyvnek, akkor én azt mondanám, hogy mindenki, tehát ez egyfajta gyakorlati útmutatót is tartalmaz arra, hogy hogyan találjuk meg azt a tevékenységünket az életben, amiben ezt a boldog állapotot megleljük, nevezhetjük ezt akár flow állapotnak, vagy egy örömteli állapotnak, ahol tényleg a teljes valónkkal az abszolút jelenben fókuszálunk, nem rágódunk a múlt dolgaink, nem aggódunk a jövőbeni dolgok miatt, hanem egyszerűen csak örülünk, hogy itt lehetünk. Berci gyógyulásában nagy szerepet játszott a hosszú távfutás, azonban a sport mellett könyvében a tudomány is hangsúlyt kap. A kötet nem jöhetett volna létre Gyenes Donát nélkül, aki a könyv szerkesztésében támogatta társát. 2019-ben Berci már elültette a gondolatot, hogy ő ír egy könyvet. És elmesélte a történetét, és
És igazából nem is beszéltük meg ezt így egymással, hogy akkor ebből legyen egy közös projekt, hanem így jó, akkor ezt transzparensen vigyük az emberek elé, és azt a brutális tapasztalatot és értéket, amit ő átélt, ezt egy értékbe becsomagolva valahogy vigyük az emberek elé. És így kezdődött tulajdonképpen a könyv. A könyvbemutatón készült beszélgetés teljes hosszában szeptember 16-án 18 órától láthatják a Szolnok Televízió képernyőjén. Jelentős grafikai sorozatból álló különleges tárlat nyílt csütörtökön a művésztelepen. Karácsony Gábor a legsokoldalú kortárs képzőművész alkotásaiban Goethe Faustjának néhány szakasza jelenik meg. A tárlat október 10-éig látható a Szolnoki Művésztelep kertgalériáján. Karácsony Gábor 2015-ben hunyt el, életművének, munkásságának kiemelt része az Illusztrációk Goethe Faustjához című alkotássorozat. A mű a színek szimbolikája révén elevenedik meg a festményeken, grafikákon. Ezekkel a képekkel illusztrálták az Európa könyvkiadó Faust kiadását 1980-ban. A színes illusztrációk Goethe színtanának megfelelően értelmezik az irodalmi művet. Ilyen teljességgel és ennyire gazdagon kommentálva soha nem voltak meg kiállítva, mint most. A rajzok a hagyatékban őrződtek meg. Most külön lapokon van mindegyik bepaszpartuzva, a képek alatt olvashatók azok az idézetek, amiket maga Karácsony Gábor írt rá a rajzok szélére, jelezve, hogy a mű melyik passzusához vonatkozik éppen az adott rajz. 64 rajzot állítottak ki a Szolnoki Művésztelep, a MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. És a Karácsony Gábor Archívum és Kutatóműhely együttműködésében. Hihetetlenül gazdag az az életmű, amelyet Karácsony Gábor ránk hagyott, és talán a legizgalmasabb számunkra ebből a vizuális művészeti területen ránk hagyott műtárgy együttes, amelynek egy szeletét van módunk most bemutatni. Hihetetlenül izgalmas, hogy hogyan kapcsolódik össze kép és szó. Ugye ezek a művek mind illusztrációként születtek, de tulajdonképpen elválaszthatatlanok a szövegtől, hiszen az alkotó maga aláírta, hogy mely műrészlethez tartoznak ezek az alkotások. Összecsengenek a vonalak, ezek a nagyon finom színek, ezek pedig érdekes módon, mintha ellensúlyoznák azt a veretes és mély tartalmat, amelyet ez a mű magáénak tudhat. A tárlat október 10-éig látható a Szolnoki Művésztelep kertgalériáján, november 13-ától pedig Veszprémben tekinthető meg a Várgalérián. A világbajnoki selejtezők után folytatódnak a nemzeti labdarúgó bajnokságok. A Szolnoki MÁV FC vasárnap délután 5-kor kezd a Vasas ellen. A szolnoki és a fővárosi csapat azonos pontszámmal áll az 5. és a 6. helyen, bár a MÁV egy meccsel kevesebbet játszott. A 7. forduló egyik kiemelt fontossággal bíró meccsét Szolnokon rendezik. A MÁV még veretlen a szezonban. A tavalyi évhez hasonlóan idén is a feljutást kitűző Vasas azonban már benyelt egy vereséget. Attól a Diós Győrtől kapott ki, amelyet a Szolnok 2-0-ra legyőzött. Azóta viszont 2 győzelem és 2 döntetlen a fővárosi piros-kék klub mérlege. A MÁV kénytelen volt októberre halasztani a Csákvár elleni idegenbeli mérkőzését, így egy meccsel kevesebbet játszott, mint vasárnapi ellenfele, mégis ugyanannyi pontja van. Hazai pályán 2-szer nyert, és csupán a Szent Lőrinccel játszott döntetlent a Szolnok. A Vasas viszont még nem győzött idegenben, sőt vendégként csak egyetlen egy pontra volt képes, Siófoka játszott 2-2-t. A Merkantil Bank Liga 7. fordulójának rangadója vasárnap 17 órakor kezdődik. Fontos tudni, hogy a hatályos kormányrendeletnek megfelelően nagykorúak csak védettségi igazolvánnyal mehetnek be a stadionba. Kedves nézőink, most pedig nézzük, miről ír az Új Néplap szombaton. Vasárnap Magyarországra látogat a Szent Atya. A Ferenc pápa az egyhetes 52. nemzetközi eukarisztikus kongresszus zárónapján ünnepélyes szentmisét tart a fővárosban a Hősök terén. Legutoljára éppen 25 évvel ezelőtt, 1996. szeptemberében, illetve azelőtt 5 évvel, 1991. augusztusában látogatott hazánkba a pápa.
A Szent II. János Pál pápát 30 évvel ezelőtt szállító magyar katonai helikopter számos tárgya ma erekjének számít, például az a forgó fotel is, melyet a szolnoki helyőrségben őriznek. A közelmúltban az egyre népesebb égi zenekarba távozott Gulyás László, a kezdeti szolnoki beat, rock, pop korszak legendája, a 60-as évek Mili zenekarának, majd az Integrál együttesnek az alapítója. László Bélával az Akikért a zene szól címmel idén már 12. alkalommal megrendezett emlékkoncert sorozat szervezőjeivel elevenítik fel a múltat a lapmunkatársai. Otthonukban tört rá egy fiatal pár, a két férfi símaszkban még július 7-én éjjel Szolnokon, a fegyveres rablókat több mint egy hónapon át tartó kiterjedt nyomozást követően fogta el a Jász-Nagykun Szolnok megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi osztálya kommandósok bevetésével, olvasható a Zsaru magazinban. A 20 éves elkövetőket rögtön kihallgatták, ők beismerő vallomást tettek, írja a megyei napilap szombati szám, amely Szolnoki oldallal is jelentkezik. Az aktuális végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer, röviden. Ízalapozó, karitatív főzőversenyes tartott az idei Gulyás Fesztivál a Tiszaligetben. 75-ben épült, megérett a felújításra, 250 millió forintot fordítanak a temetőúti rendelőre. Táblákat helyeztek ki, oltalmat és odafigyelést érdemel a városi zagyva szakasz hullámtere. Kedves nézőink, Önök a Szolnok Televízió pénteki hírműsorát látták, beszámolóinkat ismét megtekinthetik honlapunkon, valamint Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon, ötleteiket pedig osszák meg velünk a képernyőn látható elérhetőségeink valamelyikén. Már a valamennyi munkatársam nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket. Szombaton Szummával, hétfő reggel Hírek Plusszal, 19 órától pedig aktuálisra várjuk Önöket. Tartsanak velünk, kellemes hétvégét, viszontlátásra!